Ki vagy te? Nagyságos bölömbérke rá. Nem sejtett, ki vagyok? Honnan tudnám? Hát már hogy a penészben sejteném? Tudom, te vagy az a... Hogy is izé? Na, itt van a nyelvemen. Csak nem gondolod komolyan, hogy nem ismertelek fel egyből, kedves... Hogy is hívjalak? Leander. Az első pillanatban rád ismertem ám. Örömhír, hogy a színház egészséges társulata újra dolgozhat. Sőt, újabb bemutatóra is készülnek szombaton. Sokadik nekifutása debütál a diákoknak szóló előadás, a Leander és Lenszirom című fantasy komédia. A színészek a nézők előtt maszk nélkül játszanak a próbákon és a takarásban, illetve a nézőtéren. Természetesen továbbra is kötelező annak használata. Követve a magyar kormány által kihirdetett rendkívüli jogrendet, mind a nagyszínházban, mind a kisfaludi teremben egyharmad ház előtt mehetnek csak az előadások. A kisfaludi teremben 40 néző férhet be. Tehát ez 120 személyes a kisfaludi terem, sajnos kötelezőek vagyunk ezt betartani. Most még ez is szervezés alatt áll. Itt elképesztő, hogy milyen a szervezésen mekkora munka van, tehát itt folyamatosan egyfolytában kommunikálunk a nézők felé. Úgyhogy egyelőre csak ezt tudom mondani, annak örülünk, hogy tartunk előadásokat, aztán mindenki be tud jönni, azt nem tudom, de megígérjük nekik, hogy bepótoljuk. Szilágyi Andor 1993-ban bemutatott neoromantikus színművét. A Csongor és Tünde óta írt legszebb magyar tündérmeseként emlegetik, amely nem nélkülözi a humort sem. Az emberi, a tündér, az állat és a növényvilág határait összemosó figurák egy különleges komédia szereplői. Az a szerencsés helyzet állt elő, hogy egy élő szerzővel van dolgunk. Én kontaktáltam az írót, és leültem vele kávézni, és megkérdeztem Andort, hogy én jól látom-e, hogy ez nem mese alapvetően. És szerencsére összecsapta a két kezét a feje fölött, és azt mondta, hogy tök jó, végre valaki megértette, hogy miről szól a történet. Mert hogy ezt nem is így írta meg, ő ezt nem mesének írta, hanem az évek során annyit játszották már, hogy folyamatosan a dramaturgok, ahogy belenyúltak, változott a történet. És ő ezt egy családi szórakozásnak írta meg. Több rétege van Szilágyi Andor családi történetének. Az előadás díszlet és jelmeztervezője Árva Nóra zseniálisan hozza ezt. Molnár Ágnes maradéktalanul beteljesíti minden kislány álmát, ő a csengő-bongó hangú, gyönyörűséges királylány. Megmarad ez a gyermeki báj, ez a kedves, könnyedebb, cserfesebb vonal, de ugyanakkor azért egy kicsit mélyebb tartalma is van ennek, tehát amikor megyek Leandert megkeresni, és ugye mert áldozatot hozok azért, hogy ugye én a szemem világát adom a szerelem beteljesüléséhez, azért ott egy elég komoly monológ van, és ha talán a gyermekek nem is, de azt gondolom, hogy remélem a gyermekek is, de a felnőttekhez is mindenképpen szólhat ez a történet, úgyhogy kicsiknek, nagyoknak, felnőtteknek, időseknek is ajánljuk ezt a darabot. Komoly áldozatot vállal az elkényeztetett Lenszirom, de mint egy klasszikus mesében itt is minden jó, ha vége jó. Gábor Szilvi rendezése egy igazi, kalandos utazást ígér a felnőtté válás sűrű erdejében. A Vilkorsó Libérlet első bemutatójának címszereplője Fehér Ákos. Láthatjuk még Vince Gábor Pétert, Mihály Orsit és Tündér Negyed szerepében Bende Ildikót szombattól a kisfaludi teremben, ahol természetesen a nézők számára továbbra is kötelező a maszk használat.